Üdvözlök mindenkit, ez itt a Gaming Card Zone, és újra a Red Bullos karrier, méghozzá Lipcsés, úgyhogy izgalmak lesznek most is. Kettő meccset fogunk ugyanúgy lejátszani, úgyhogy szerintem elég jól áll a keretünk is, izgalmasak lesznek ezek. Viszont, attól függetlenül, hogy a múltkori karrierrész volt egy győzelem, egy vereség, nem állunk annyira rosszul, még mindig tapadunk az élmezőnyre, most már Leverkusen, Freiburg eléggé le van maradva, de mi a Dortmund, a Bayern és a Lipcse így most egy pont különbségekre vagyunk, úgyhogy nyerni kéne még mindig, nem szabad elszórakozni. Hónap játékosa lett többek között egyébként Werner, meg Kulács is, úgyhogy ez nem rossz. Forsberg, aki tőlünk elment, bemutatkozott Real Madridba, pont Forsberg egész jól játszott Real Madrid Lipcsén, na mindegy, de aztán ott is kikapott a csapat. Szóval a Lipcse a valóságban nincs jó formában annyira, viszont itt a játékban próbálok ez ellen tenni, hogy jól játszak. Ennek az egyik fontos eleme, hogy jó embereket igazoljunk, és múltkor leigazoltuk Dunkot Premier League, Panini Premier League kártyákkal, mármint hogy ő jött ki. Nézzétek vissza azt a videót, nem láttátok volna, hiszen volt egy fontos szavazás is, méghozzá másik embert, akit igazolok, a Steve-hoz szavazzátok meg, úgyhogy saját döntés révén én most ebbe a téli játékozási szezonban nem igazolok el senkit. Elég sok ember jött az én döntésem miatt, az egyik ilyen Ronaldo, Werner, Baku, úgyhogy ott volt Fati is, ezeket mind én szerettem volna elhozni, Szalajat itt, de most ti döntötök, és hát mondtam, hogy lájkoljátok be egymás kommentjeit, Van Dijk majdnem nyert, 70 közeli lájkot kapott a kommentje Van Dijknak, úgyhogy az nem lett volna rossz egyébként, oda a védelemben, annak nagyon örültem volna, viszont van itt másik figura, aki meg ugyanúgy jó, és 100 Omar kommentje, több mint 100 lájkot kapott Vinicius Junior. Úgyhogy egy ilyen támadóbb szellemiségű középpályás játékos fog jönni a csapatba. Megnézzük, hogy őt hova tudjuk majd itt elhelyezni. Remélem, hogy nem Szoboszlai helyére. Majd meglátjuk, mert azt kalkuláltok bele, hogy itt eltelt a karrierbe egy év. Tehát fejlődött valószínűleg Vinicius. Megnézzük. Keressük ki. Aztán az is érdekes lesz, hogy mennyibe kerül majd, ugye? Úgy. Ott van. Hát igen, szélső támadó. Mi a pozíciónkban nincs is ilyen poszt. 22 éves és 83-as értékelése van. 104 millió euró a kivásárlására, de ezt szavaztátok meg legtöbben. Úgyhogy valahogy megpróbáljuk majd megvenni. Azt a mindenit, 96-os futást, jó ég. Jézusom, nagyon durva a Reáltól, ezt hogy fogjuk tudni elhozni, azt nem tudom. Nem lesz egyszerű, de legalább fiatal játékos jön a csapatba, ami meg király. Menjünk át a pénzhez, ugye megnyertük a német kupát, a Bundesligába elég jelöl helyezkedtünk el, úgyhogy ezekért pénzt kaptunk, most is meneteltünk egy kicsit a kupába, az is pénz, és rengeteg játékost eladtunk. Úgyhogy le kell csökkenteni a fizukat, de szerintem... Úha, még így se fog ez menni. Hát nem tudom, kit lehetne eladni? Valakit el kell adni. Srácok, nem bírok 100 milliót összekaparni. Próbáljunk meg egy olyat, hogy hát ha a kivásárlási ár alatt is elengedné a Real Madrid. Nézzük meg egy picit azért hagyok itt a fizetéseknek, 95 millió euró, tehát lenulláznánk a kasszát, ami igencsak kockázatos. Nézzük meg, hogy arra mit szólnak, nem tudok jobbat mondani, mert most hirtelen nem bírunk összekaparni annyi pénzt, csak annyira pici a keretünk, hogy... nem tudom. Na jó. Próbáljuk meg, megszavaztátok, muszáj megpróbálni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit reagál majd rá a Real Madrid. Carlo Ancelotti, régi jó barátom, kezet fogunk, majd lemegyünk flipperezni a játékterembe is, de előtte beszéljük már le, hogy adja már nekem oda. Tud helyette hozni ő más, nagyon jó megfigyelőik vannak. Próbáljuk már meg megegyezni. Na, először kiajánlok én 90, de nem azért, de kell, a 90-et megér. Nagyon fiatal, és már 83-as.
90 millió euró. Az egy nagyon durva sportkocsi. Vagy akár több. Inkább több. Hó! Vissza az agarakkal. Mr. Carlo úr. Dani Olmo az 86-os? Jeez! No. Nincs Dani Olmo. Miért akar játékost elszedni? Kit adjak én oda? Dánkot odaadom neki. Az mekkora flash lenne, amúgy Dánkot odaadnám. Nem, kit akar? Miért akar engem így lehúzni? Ajajajajajaj, fogalmam sincs. Ronaldónak van még értéke? 50 millió, egész jó amúgy. Szoboszlai Jézusom. Fatit odaadni egy Viniciusért. És így kerülne át ilyen kis kapukon keresztül. Ó, a Barszától a Real Madridhoz. De Bakut is odaadnám. Nem. Fatit nagy hiba lenne odaadni. Baku. Úgyse szeretjük Bakut. Mármint, hogy nekem nem tudom. Nem váltotta be a reményeket. Én azt hiszem, sokkal jobb lesz Baku. És ott a 48 millió euró. Várjál, azt akkor emeljük fel neki, hogy ne parádézzon. 50-re. Mit szólsz hozzá? Papa. Baku. Na, jó lesz az. 54 fél. Jó, adjunk még akkor 54 millió eurót. Hát hihetetlen ez a csávó. Ez a Carlo Ancelotti, ez na, megéri a pénzét. 54 millió euró plusz Baku. De ott van cserébe Vinicius Junior, srácok, megegyeztünk! Megvan, amit kértetek. Nem volt rá pénzem, de megoldottam. Bakut odaadtuk neki. Bakut odaadtuk neki, Fati az fájt volna, mert ő tetszik amúgy. Baku nem váltotta be a reményeket. Nagyon sok meccsen kapott lehetőséget, és semmilyen maradandót. Egy gól, paszt, egy kettőt, ha adott. Nem. Jó. Menjünk akkor... Beszéljük át Vinivel, hogy mi a helyzet. Az biztos, hogy nagyon fontos kerettag lesz. Nem rotációban lesz, hanem tényleg nagyon fontos lesz. Ez egészen egyértelmű számomra. Az, hogy hol fog ő játszani, azt nem tudom, vagy melyik poszton. 5 éves szerződés, Jézusom, persze. Kivásárlási ár nem kell. Aha, és a többit ő határozta meg, 96 ezer eurós fizetés az nagyon belefér nekünk, viszont kér egy átigazolási bónuszt, azért átigazolási bónuszt azt levesszük egy picit, nem sokat, és 15 gólnál kap 2,4 milliót, nem fog elérni a 15 gólt, ebbe egészen biztos vagyok. Úgyhogy, vagy ha el is éri, én szívesen kifizetem neki, ezzel egyet tudok érteni, ha ő elfogadja azt a 900-es eurós bónuszárat, akkor minden jó, és el fogja fogadni, így van, megszereztük srácok, megvan, a játékossal is sikerült megegyeznünk, ezáltal most már ide is utazott hozzánk Vinicius Junior, egyértelműen fejlődik a csapat, és ott van 83-as, ez hihetetlen. Milyen posztokon tud játszani? Semmi máson. Az király. Az nagyon király. De itt fog... És hát nem tudom. Az a bajom... Van kicsánt rakta be oda oldalra. Az a bajom, hogy... Most nincsen RM pozíciós játékunk. Úha. Nagyon-nagyon át kell gondolni, hogy akkor most mit csinálunk. Szoboszlai tudja a támadó középpályást, illetve a szélső. De Vinicius is ugyanaz a poszton van. Ezen a szélsőn. És ha Szoboszlai átmenne a másik oldalra, az sokkal jobb, mint ha Vinicius menne át oda. És Szoboszlai nem is hisztizik ezért a pozícióért, úgyhogy átállítjuk őt RM játékosra. Mert a támadó középpályás poszton megosztozik Olmo, illetve Nkunku is. Úgyhogy ez ott nem fog nekik működni. Fati a cseréje Viniciusnak, az nagyon-nagyon erős. A két fiatal egymást támogathatja, az nagyon erős. Szoboszlainak nincsen konkrét cseréje. De, Bél. Hol van Bél? Meg Lukman is ott van 80-assal. Lukman nagyon királycsávó egyébként, csereként teljesen működőképes. Envogót lerakjuk. Bél a cseréje Szoboszlainak.
Itt minden posztra van két emberünk, hát ez nagyon jó. De legalábbis másfél, mert hogy lehet ugye szórakozni a játékosokkal. Ez kifejezetten tetszik jelenleg. Dunkot kivesszük, Dunkot csak a hülye Premier League kártyák miatt igazoltuk le. Egyenlőre ez a keret iszonyatosan tetszik, és fejlődött szerintem. Ez így most nagyon király. Annyit viszont mindenféleképpen meg kell tenni ilyenkor, hogy nem jó az adott játékosoknak a posztja. Ezáltal a development részbe át is megyünk, és kiválasztjuk itt a játékosok között. Ronaldo, nem, Gulácsi, Embogó, nem, hol vagy? Mukiele, Hurtado, de sok, itt van. Szoboszlai Dominikunknak a pozícióját megkérjük, hogy RM-be menjen át, konkrétan a csávónak ez 2 hetébe fog telni, azonnal át fog menni RM-be, azt is nagyon szereti, ezt jó hallani. Luke már jó lesz LM pozícióba, ezt hagyjuk ott. Kit lehet még? Fati az még 10 hét és meg lesz neki az RM. De sokan lesznek RM pozíciósok, mindegy most már. Vinit fogjuk lerakni LM-be, mert hogy én így szoktam játszani, ezt szeretem. Úgyhogy ez meg fog történni 2 hét múlva, ez nagyon-nagyon jó. Oké, na most már akkor igazolás után játszhatunk is egy meccset, kipróbálhatjuk Vinicius Juniort, olé! De várom. Jól van. Illetve kíváncsiak, hogy miket igazolnak a másik csapatok, mert hogy most elég sok pénzt kapott egyébként a Real Madrid is, és a Fortuna ellen játszunk, te jó ég. Igazi mumus csapat. A vezetőség ismertette a dolgokat, Adams-et el akarnák vinni, nem fogom elengedni, sokkal többet ér nekem Adams, mert csereként nagyon-nagyon jó szokott lenni, úgyhogy nem, biztos, hogy nem fogjuk eladni, főleg nem ennyiért. Dani Olmo szeretne játszani, nyugalom, fogsz játszani, nem kell parázni. Nézzük meg, hogy miket igazoltak az ellenfelek, azt figyeljétek. Bayern München eladta Goreckát a Barcelonának 139 millió euróért. Jó ég! Pedri a Napoliba. Pedri, hogy engedhette el a Barca Pedrit? Úgy engedhette el, hogy így tudta kifizetni Goreckát. Pedri eladva, Gorecká jön. Ez jó biznisz? Nem tudom. Egyébként nem feltétlen szerintem. Mindegy. Milinkovic-Savic Real Madridba. Zsír, az komoly. Merino a Barszába 100 millió euró, Vinicius Junior plusz Baku a Lipcsébe, André Silva, igen, ezt megerősítették, hogy átment Reába, ez egy korábbi eladás, csak itt ragadt, mert ezek a nyáriak. Hát ezek nyáriak, akkor nem tudom, mit hőzünk te mit. Mindegy, durva. Ez így nagyon durva. Kastelkapus egyébként meg átment az Interbe, ami ugyancsak kemény szerintem, hiszen ő ellenünk védett, és nagyon jó volt, leigazolta az Inter. Jó, játszunk a Düsseldorf ellen, és kiküldöm ezt a fullos kezdő. Szoboszlai 84-es lett. Szoboszlai fejlődött 84-esre. Werner meg 88. Atyavilág. Srácok, hát ez nagyon komoly a keret. Szoboszlai 84. Alig hiszem el. Atom király. Na játszunk akkor Düsseldorf ellen megint. De muszáj ezt letudni, hogyha ennyire rossz a sorsolás, vagy hát ilyen kaotikus. A következő meccs már izgibb lesz talán. Ezt le kéne hozni. De hát a Düsseldorf már nagyon sokszor megviccelt minket. Úgyhogy csak észre. Az veszélyes az adás volt. Majdnem ilyen öngólnak kinéző megoldás. Szoboszlai, Laimer. Álinyó, beközépre Vinicius. Nem tudta jól bepasszolni. És akkor most viszont lehet hátra menni. Nem is kell annyira, Klosterman emeli ki. Nagyon szép, Laimer. Milyen gyorsan juttatjuk fel a labdát, csak az utolsó passz hiányzott. Ott kellett volna virítani.
A négyen mentünk oda, és nem tudtuk letámadni. Appelkamp. Hogy elfut? Appelkamp, Klostermann, fuss vele! Peterson! Elhagyta a labdát. Szobotka! Gulácsi Péter, menj oda, Gulácsi megint! Jézusom, mi volt itt? Gulácsi dupla védést mutatott be. Legutóbbi egy Sommertől láttam a Bundesligában. Mármint a valóságban iszonyatosan durván védett a Gladbach kapusa. Na jól van. Cristiano Ronaldo kis cselekbe bonyolódik, aztán a hátrapassz se sikerül. Hennings. Szépen hozzák fel, írja is a gép, hogy ugye debütál Vinicius Junior nálunk. Kérésetek számomra parancs. Jaj, Gula, azaz, nagyon jó. Nekem kellett hozni, mert ő nem tudom, mit csinált volna. Olyan, mint a megtorpant volna, úgyhogy gyorsan rányomtam, hogy hozza ki. Narey, Peterson. Appelkamp, szép a passzjáték. Hennings. Menjünk oda. Menjünk oda! Gula. Jó, figyeltek, egyenlőre nem állunk jól. Ez a helyzet. Azt hittem, hogy itt több támadást fogunk vezetni. Vinicius Junior ennyire átra kell lőnie, az mondjuk erős. Miért kell ennyire átra jönnie? Majd a helyette megállni jó volt elő. Ez fura volt. Mukiele. Szoboszlai megkerülőse nem jön össze. És áldásul oda is rúg Szoboszlai, oda pakolt egy csomagot, tehát ez érdekes volt. Előny szabálya mehetett tovább egyébként a játék. Barej. Peterson. Azaz, Mukiele, szép. Nem sikerül. Gó! Sennings gól. Hát nem voltunk túl határozottak, őszinte legyek. Elcsúszik az emberünk, szakad az eső, az se segít. Hennings. Hát azért itt ennél többet kell mutatnunk. És bele az emberbe, de nem baj, mert hozzánk pattan. Wernernek oda csúsznak, hát ez nagyon csúnya. Most erre mi szükség van? Lepasszolás, Willi Orbán. Vissza, Ronaldo. Timo Werner! Centik hiányoztak. A 88-ra felfejlődő Timo Werner sajnos mellé pukkantotta ezt a lövést. Szipnowski. Hú, de gyors. Hát tök egyedül, középsőkre kell figyelni. Klostermann figyelhettem is. Hú, de gyors volt. Nagyon kinyíltunk, üres lett ott a terület. Cristiano Ronaldo. Szoboszlai Dominik. Kicsit furcsa egyébként, hogy jobb szélen játszik. Szoboszlai, de akár működhet is. Végül is szeret ott játszani, úgyhogy nincs baj. Werner nem sikerült. Werner megint nem sikerült. Ember, blokkba lőjük folyamatosan labdát. Nagyon zavaró, mert tök jó csatáraink vannak. De az, hogy blokkba lőjük, az nagyon gyenge. Klostermann vissza. Hogy lehetne jól felhozni? Hát nem így, Hennings hátába belelőjük komolyan. Werner megint. Ott az indítás, semmire nem jó. Tyúha! Itt nem az emberekkel van a baj. Ez ennyire nem megy. Gulácsi szépen lazán. Ez finom mozdulat volt, ezt tetszett. Ronaldo. Azaz, Nkunku. Nkunku mehet. Lefordul. Tökéletes. Az lesz. Ja, az pedig lesz. Ronaldok még ennyire előre szarni. Akkora méteres lesem volt, hogy vissza se akartam nézni, mert nem volt kedvem hozzá. Ekkora lest visszanézni. Na most jó, most jó. Vissza a passz. Nkunku sarokkal Ronaldo önzetlen. Ez nagyon-nagyon fontos volt. Ez nagyon fontos gól volt itt az első félidőben. Christopher Nkunku. Azaz, amit a Real Madrid ellen kihagyott, azt itt belövi. Ez nagyon szép volt. Nézzük vissza, Ronaldo már egy az egyes szituációban a kapussal. Konkrétan rálövetni, amikor is. Nagyon szép passz. Na akkor, ez így most oké. Ez így most jó. Most kell akkor összekapnunk magunkat és berámolni néhány gólt.
És úgy persze, hogy közben az ellenfél ne tegye meg ugyanezt. Ők ne ezt tervet eszeljék ki, hogy berámolnak nekünk néhány gólt. Az nagyon jó. Aj, lecsúszott rá Werner, nem baj, lehet egyet pihízni. Lehet egyet pihízni, és akkor újra belevetjük magunkat itt a küzdelmekbe. Fogunk egyet valószínűleg cserélni. Hátul, hogy ne kapjunk több gólt. De fáradtak a srácok. Ki a fáradtabb? Orbán. Akkor viszont le. Akkor Orbán lesz, Szalai be. De fáradtak, ez meglepett most. És Olmót szeretném bedobni. De Nkunku jól játszott. Akkor várunk vele egy picit még, hogy rendesen elfáradjon a srác. Jó, akkor egyet cserélünk. Szalai Attila jön be Willi Orbán helyett. Ezt a Dánkot, ezt nem tudom, tehát idős, nem annyira akarnám elöltetni. Szalajat itt sokkal szívesebben játszatom, mint egy ilyen 30-as játékost. Peterson lesen. Jó, oké. Nincs pánik. Vinicius Junior, szép. Azaz. Nagyon jó, becsúsznak Wernernek, nem volt okés. Szoboszlai is. Varázslatos gól. Szoboszlai Dominik. Ez az. Szép volt, fiam. Vezet a Lipcse. Szép volt. Ez nagyon komoly. Werner lesérült. Ez hihetetlen. Azt hiszem, pont most lett 88. Mi baja van Wernernek? De durva, Dominik. Most megint. Na, annyit vagyok a menüben. Nem, Werner annyira lesérült, hogy pályán sem maradhat. De ez komoly. Akkor Funkicsán. Jó csatár, nem az a baj, hogy nem lenne jó, csak mondjuk Werner azért egy 10 ponttal kerek 10-essel jobb, és nem örülnek az ilyen sérüléseknek. Reméljük, hogy nem több hetes kiadásról van szó. Szomorú lennék, de majd kiderül, ha visszatértünk a meccsről. Most egyelőre akkor így Ronaldo és Funkicsán játszik. Nem vagyok szomorú, mind a ketten jók. Úgyhogy nincsen baj, meg eddig se a csatárok lőtték most ezzel a meccsen a gólokat, hanem Nkunku, meg Szoboszlai. Nkunku megint varázsol. Hoppáré! És Szobotka kapott egyébként egy sárga lapot a szabálytalanságért. Ronaldo. Oszta, mekkora lövés! Ilyen visszakanalazós lövés volt. Nagyon szép. Megint lehet próbálkozni. Funkicsán ollózós passz. A fejes nem jön össze sajnos. Ez meg ilyen egész jó szöglet variáció volt. Most viszont les. Oké, beizgultam, hogy akkor kell futni átra és gólt kapunk, de nem, mert les volt. Nkunku. És meglökik, amikor lőne. Az hihetetlen. Vinicius. Vinicius labdát szerez. Szép. Leimer mellé. Nagyon jó volt Vinicius megoldása, hogy vissza tudta adni, ráadásul pontosan. Ez az akció nem rajta ment el, legalább ennyit már nyertünk. Ott kifeküdt az egyik srác, az egyik düsseldorfi, ez mondjuk érdekes volt, mindegy. Ott futnak a szélen, Szoboszlai Dominik, varázsátvétel. Hova emeltem ki? Jaj, elrontottam az emelést. Akartam egy ekkora esernyős cselt csinálni, egy pici elég lett volna. Mindegy, Sipovski. Szalai Attit átveri, az kellemetlen volt. Iha. Picit belerúgtunk a lábába egyébként a támadónak, de szerencsére nem volt szabálytalan. Ez viszont egy nagyon rossz passz. Itter. Kotárt. Szobotka. Szoboszlai. Ja nem, neki passzol, de igazából Vinicius volt az, aki közben nyúlt. Nagyon jó, még védekezni is tud. Az is szép passz, Szoboszlai. Passzolni nem tud Vinicius. Ez most már a többedik rossz passza volt. Szalai Atti. Tegyük ki innen, emeljük ki azt a labdát Vinicius felé. Hogy felmászott a hátára az embernek, ez komoly volt. Mukiele. Vinicius. Nem lehet így. Csak fel nem cserzés után. Ezt elrontottam. És akkor most lehet hátrafutni.
Nem. Appelkamp nem jó. Angelino is lesérül. Ez hihetetlen. Hogy... szexuálnál meg a Dort... vagy milyen Düsseldorfi Dortmundot mondtam. Hogy miért kell lerúgni az embereimet? Második sérülésünk a meccsen. Azt tudom, hogy ha a játékosok fáradtak, sokkal sérülékenyebbek, de nem tudok most mit tenni, nem tudok mindenkit lecserélni. Mindenki lesérül, ez hihetetlen amúgy, ez már teljesen nevetséges. Ronaldo. Nem sikerül. És Hoffman még ott ilyen műesést bemutat, hagyjad már magad. Normális. Attackingra fölmegyünk, nem érdekel. Felmegyünk attackingra. Maximum támadás. Mert hogy több cserénk sincs a sérülések miatt, ugye? Cristiano Ronaldo. Az nagyon jó lehetett volna. Vissza. Kevesen vagyunk hátul. Klostermannek elfogyott a ereje tulajdonképpen. Sipnowski. Itter, felrúgjuk sajnos. Azaz. Jól van, mehet a támadás. Menjünk, Ronaldo. Gyere. Van Kicsán. Nem, az nem rossz. Mit védett? Sárgalap. Senkit nem érdekel Szalajati sárgalapja. Mit védett a kapus? A Düsseldorf játékos belerúgta Van Kicsán lábába a labdát. Ezért jár a sárga. Ez teljesen jogos volt. Ez durva volt. Ez tetszett. Vinicius. A beadás. Nem sikerül. Nem baj. Szoboszlai vadássza le. Nagyon jó. Kevin Campbell. A lövés nem sikerül neki. Van Kicsán le sem volt. Nagyon jó. Hát ezt nem hiszem el komolyan. Nyomjuk neki, srácok. Ne adjuk már fel. Vannak jó játékosok. Mukiele is lesérül. Három sérülés egy meccsen. Hát... sírva fakadok. Hát ez hihetetlen, hogy három sérülésünk van. Gulácsi, szedd már össze azt a szart. Ó, és nagy indítás se jön össze. Akkor ott futtassuk meg Van Kicsánt. Ő nagyon gyors játékos. Gyere, dél-koreai fiú. Vissza, azaz. Van kinek adni? Ronaldo. Nem jó a lövése. Blokkba. Ott is egy becsúszás. Az se kellett volna. Nem volt szabálytalan egyébként. Szalajati. Uha, Szalai, menj. Á, védd le a pozit. Jó, ne adják be. Azaz, a passzolják, akkor az jó. 2-2, nem jó eredmény, annyi, hogy pontban nem fogunk lemaradni, tehát egy pontot azért begyűjtöttük, csak hogy mennyi sérülés volt ezen a meccsen, te jó ég. 2 lecseréltünk sérülés miatt, viszont egy ember még sérülten is kellett, hogy játszon. Ez hihetetlen, labdabirtoklásba pariba voltunk, statisztikában sokkal jobbak voltunk. Több passz, több lövés, és mégsem sikerült megnyerni ezt a meccset. Vaj, na menjünk tovább, most nincs hangulatom a interjúra, meg akarom nézni, hogy kik sérültek le, és hány hetet kell kiadniuk, mert 3 sérülésünk volt egy meccsen, ami katasztrófa. Ez komolyan katasztrófa. Arménia ellen fogunk játszani, 6. a Bundesligában. Mi továbbra se vagyunk lemaradva, tehát ugyanúgy egy pont a különbség. Most hozhattunk volna a többi csapaton, de hát nem sikerült. Nézzük. Egyelőre nem ír olyan sérülésről, ami több hétig tartana. Lehet, hogy ezek csak ilyen egymeccses kiadások, vagy az meccses sérülések, szóval amikor játszottuk, akkor ott lesérül, de ennyi. Van itt egy ilyen kis jelentés, hogy kiket lehetne lehozni a csapathoz. Potenciálban van egy 91-es, Cornél. Azt megpróbáljuk, Cornélt. 17 éves, Balog. Hát, nem tudom. Hát próbáljuk meg. A többi az egyébként, ez nem... szerintem ez gyengének tűnik. Itt a scout reportok. Nyomják itt az infókat a scoutok. 70, 65-ös potenciál. Ezek nagyon gyengék.
potenciálisan 65-öset, ez nagyon-nagyon gyenge. A magyarok sokkal jobbak ilyen szempontból. Hűha. Na, mi van itt a sérültekkel? Nem, szerencsére nem tartós sérülésről van szó, csak azon a meccsen sérült le. Ez rém kellemetlen, de nyomjuk tovább, srácok. Na, ne drámázzunk itt az átigazolási időszak hajrájában. Nekünk már több ember nem kell, ezt a keretet szeretném fullassa. Gondolkodok, mert nem jó itt most több minden. Klostermann 83-mal fáradt. Szerintem az a 80-as fitness az kevés lesz egy ilyen küzdelmes meccse. Dunk még jó, hogy ott van. Tudtam, hogy kell még egy ilyen védőjátékos. Adjunk lehetőséget Dunknak, Szalai ugyanúgy be fog majd állni a meccsen. Vagy akár Mukiele helyett? Van Mukiele helyett egy emberünk? Nézzük, nincs. Szerecsi nem tudja játszani azt. Aha. Szalai Atit oda. Tudom, hogy nem tetszik neki, de tudja a szélt játszani Szalai Ati. Szerecsi bejön Mukiele helyett. Pepét is behozzuk, mert szerintem kell majd itt a védőcsere, ez biztos. Lukman most nem fog lehetőséget kapni. Szoboszlai, Leimer, 90-es fitnesseke. Szoboszlai 89-es fitnesszel rendelkezik. Nem tudom, hogy Fatinak adunk ott lehetőséget azon az oldalon. És Szoboszlai esetleg csereként beállhatna. Akár. A többiek szerintem jók lesznek így. Nem, most már ez nem a keret, nem a legesleg fullosabb keret, kellett belecserélgetni, de szerintem még mindig jók vagyunk. Úgyhogy nyomjuk mindenféleképpen ezt a mérkőzést. Hazaiba leszünk, úgyhogy nyerni kellene. Meg kellene örvendeztetni a lipcsei szurkolókat, illetve Ronaldónak most már fel kellene venni azt a góllövő stoplist, hiszen 10 gólja van a Bundesligában, ami nagyon szép, csak hogy utolérte Thomas Müller. Ott az Arménia Ultra, elég sokan kilátogattak, de itt vannak a lipcseiek is a városról. Készítettek egy ilyen tifót, amit kiraktak, nagyon szép, jár érte a taps, reméljük, hogy tényleg sikerül győzni akár több góllal is, ez lenne a célom. Hogy beérjük ott a Dortmundot, meg a Bayern Münchent. Nagyon-nagyon hangulatos kis városkép. Egyszer jó lenne egyébként Lipcsébe ellátogatni személyesen is, már csak a várost is megnézni. Érdekelne, és akkor már egy mérkőzésre is el kéne menni. Na jól van. Ahelinho. Piros a mez az Arméniának, az mondjuk, az nem túl kellemes, de mondjuk mi fehérbe vagyunk, fehér felsővel, úgyhogy meg lehet ezt különböztetni. Azt hittem kékbe lesznek. De ez a vendégmezük, ez piros. Ó! Cafaro. Az komoly volt, hogy belevetődött a előreadásomba, illetve szélyes csávó. Szalai Ati. Ansu Fatival passzolgat a Lipcsében, azért ezt is kemény kimondani. Pedig ezt csinálja. Nagyon ügyes, és Ansu Fati hogy betör? Fati! Jó volt a lövés egyébként. Ó, az se volt rossz. Ronaldo. Werner nem sikerült összehozni, de semmi baj, hiszen uraljuk itt egyenlőre a labdát, és ez az Arménia, úgyhogy figyeljünk, mert ezek hatodikok egyébként. Tehát nem játszanak rosszul elméletileg a Bundesligában. A hatodik hely az kifejezetten szép nemzetközi kupát érő helyezés, úgyhogy ezért résznél kell lenni, nem szabad őket lebecsülni. Ronaldo! Ortega mit védett? Az komoly volt. Mekkora védés volt. Nkunku, Leimer, kicsit összefejeltek. Na nem baj, Ansu Fati hátul biztosít Ahelinhoval. Nem jó. Okugawa. Odaadtam neki konkrétan a labdát. Az ázsiai gyors fiatal játékosnak. Iha, Szalai Atinak most azért sprintelnie kell hátra, ezt most elrontotta. Nagyon szép volt a becsúszás, blokkolta azt a zónát, ahol be lehetett volna adni. Ez az, és akkor jöhet most a támadás. Cristiano Ronaldo iramodik meg, mekkora tempója van az öregnek. Az komoly!
Azt komoly! Cristiano Ronaldo micsoda tempó diktált le ilyen idősen is. Hát látjátok, itt nem a padon ül, mint a Manchesterbe, ez nagyon durva volt. És a végén a pontos lövés. Értetlen, ez kell ide. 17. percben Ronaldo 1-0. Végre egy könnyed vezetés itt az elején. Most kéne ezt megtartani, és nem elbohóckodni. Ronaldo, Nkunku, vissza, nagyon jó a passz. Ó, megint centik hiányoztak egy jó akció befejezéséhez. Prieto. Iha. Most futás van hátra, és ráadásul Hertha vezet a Dortmund ellen, ami nekünk nagyon jó, mert akkor ezzel megelőzzük a Dortmundot, ha ez így marad minden. Reméljük a Hertha ügyes lesz, Dárdai Mártonnal. Óha, nagy trükközésekben Kunku belebonyolódott, és megint Okugawának adjuk oda azt a labdát, nagyon jól helyezkedik Okugawa. Na azért lehet hátra menni, Gulácsinak vissza, trükközik, cselezget, és előre bikázza a légtérbe, Gula. Ansu Fati. Kinek lehet azt adni? Az nagyon jó volt, jó meglátás. Timo Werner, Ortega. Megint neki kellett védeni, Ronaldo és Werner játszott most össze. Ronaldo a fejes! Hogy szedte ki? Hogy szedte ki? Nem a kapus szedte ki, egy védő. És Leimert úgy elkasszálják, hogy ez megint sérülés gyanús. Hogy de most ez mire volt jó? Megint egy ilyen idióta elkasszálás. Aj. A beadás nem sikerül, olyannyira nem sikerül Willy Orbán beadása, hogy megint Okugawa, aki ilyen mindenhol, minden lében kanáljátékos, mert most már jobb oldalon tevékenykedik. Nem figyelni kell rá. És jók az indításai, Krüger. Ez a kimondhatatlan nevű görög játékos, aki oda csúszik Ansu Fatinak. Köszönjük szépen, hogy ennyire vadállatmódon játszik. Mit véred, Gula? Nagyon jó, Leimer. Szórakozott. Leimer sokáig ott el. Szerencsétlenkedett. Wimmer. Tartjuk a pozíciót, nem engedjük közel. Dunk. Nagyon jó a blokkba Dunk. Gulácsi. Jól van, Dunkkal meg vagyok elégedve. Ahhoz képest, hogy 79-es most nagyon jó, és hogy jó. Az Werner lehetősége. Werner élete lehetőségét elpackázta. Kár érte. Schöpf. Kafra. Wimmer, nem jó. Krüger, nem jó. Hú. Gulának kellett belepöckölnie. És itt, ez Ronaldo fejese volt a szögletnél. Ezt hogy szedte ki? Bakker. Nem gól. Értemszerűen nem gól, hát látszódott, csak alig hittem a szememnek, hogy Ronaldo fejesét így ki lehet onnan kanalazni. Krüger mit fejel, de az ő fejesét miért nem szedik ki senki? Nézzük csak meg. Krüger ott fejel, igen. Gulácsi kezei között, hát. Na jó van. Szalajati. Ansu Fatinak. Fatinka vissza. Nagyon szép egyenlőre. Nkunku. Van hely előtte. Ortega, nem akartam tovább passzolni, megláttam, hogy amúgy van hely. Jól van. Nkunku adja be. Most, hogy nincs Szoboszlai. Ronaldo! Bikafejes! Boom! Azt a rohadt. Jézusom, Ronaldo mennyire erős, intenzív, fejes góllal. Hát nagyon örül. Nagyon-nagyon örül. Nem csodálom, az egész csapat boldog. Ez szép volt. Itt a kavarodás, megint a szögletnél. Esnek kellnek a játékosok, lepattan a lövés, és utána Ronaldo. Puff! Az durva. És ott, figyeljetek, ott. Súty! És pont oda, ahonnan a kapus felállt. Nem gondolta a kapus, hogy pont oda fogja fejelni Ronaldo. Kettő gól Ronaldo neve mellett, nagy formában. A gót, nagyon durva. Vissza, Dunk az, aki
át lehet fűzni, Gulácsit már nem. Jól van, jól van. Örülnek a lipcsei szurkolók, én is nagyon örülök egyébként. Ez jó volt. És a Hertha 1-1-re áll a Dortmunddal. Bayern München vezet, Willi Orbán nagyon elfáradt, erre számítottunk. Nem ér meglepetésként, Pepe jön be helyette, 70-es szintre lecsökken majd itt a védelmünk, de ez még mindig nem a világ vége. Akit most már tényleg meg szeretnék nézni, az Dani Olmo, neki már régóta ígérgetjük, hogy kap lehetőséget, és egyelőre ennyi, majd meglátjuk, ki fog nagyon-nagyon elfáradni az ilyen 70. perc környékén. Ha csak nem jön sérülés, mert azzal is kalkulálnunk kell, hogy lesérül valaki, mostanában ez egész divatos lett lesérülgetni a meccseken. Vinicius Junior, nagyon jó, egyelőre meg vagyok vele elégedve. Cristiano Ronaldo, mit véd, nagyon szeretné azt a Mester 3-as Ronaldo, mit védett Ortega. A szép, vissza lehet ezt adni. Dani Olmo. Olmo még mindig. Olmo! Ronaldo vádliáról pattan hátra. Itt inkább azt mondom, hogy bár ne ért volna bele. De nem baj. Ennyi belefér. Vinicius csapott le arra a lehetőségre. Majdnem jó volt. Declan Rice átment a PSG-be. West Hamből. Mi történik itt? Közben elterelik a figyelmemet ilyen átigazolási hírekkel. Ezt nem szeretem. Mert arra mindig odafigyelek. Jaj, nem jó, nem jó, dánk. Gula. Jeez, Gulácsi. Azt a mindenit. Jaj, hát ez, ez túlzottan izgalmas volt. Gula megint. Jó, elugrani a sikerlet, tehát ez nagyon szépen leszette. Ott a lyuk, ott a lyuk. Ott lehet menni akkor. Az Fati. Nagyon gyors, csak nem kapja meg a labdát. Pontosan, sajnos. Krüger. Angelinho, gyerünk, srácok. Ó, kijátszották, kipasszolgatták, de Wimmer elhagyja a lasztit. Dánk az, aki nagyon-nagyon agresszívan Premier League stílusban elvette. Hát ez kell, ez nagyon szép volt. Leimer szedi le, és el is hagyja. Ez nem jó. Okugawának kicsit odapakoltunk, most már kellett valami. Piros lap mire? Dánk piros lap, mire? Ki ez az Okugawa? Lefizette a bíró. Most ez semmi nem van, mint hogy sárga lap. Oké, de amúgy erre piros lap Dánknak? Hát én is örjöngök, mint menedzser. Most erre minden 60. percben piros lapot kapunk, az nagyon kellemetlen. Mellé. Jó, akkor viszont változtatni kell, mert Dánk kiesett a védelemből, a védelem kritikus, Szalajati döglődik, annyira fáradt. Leimer jön akkor oda. Nem jó. Csatárt kéne. Aj! Vagy Viniciust, ő is nagyon fáradt. Bocsánat, Vinicius, helyetted jön be Saracchi. És akkor valahogy így pakoljuk össze ezt a keretet, hogy mindkét oldalon akkor lesz ott friss ember. Fati átmegy a másik oldalra, ő ott sokkal jobban szeret játszani. Hát ez rém kellemetlen egyenlőre. Hűha. Dánk kiesett, pont az a Dánk, akivel eddig meg voltam elégedve, és egy rossz becsúszás, és egyből piros lap. Hát érdekes ez a Bundesliga, hogy így osztogatják, szórják a piros lapokat. Ija, Henning, jó futás van. Futi. Gyerünk, Fati is, menjen hátra. Nem hagyhatjuk, hogy itt bármilyen vezetést, vagy akár gólt szerezzen az Arménia. Gulácsi Péter, azt a mindenit, mit védett. És cserélgetnek Arméniánál is egyébként. Vasiladis jön be, ő se rossz. Azt hittem bemegy Krüger. Krüger fejesei nagyon veszélyesek. Saracchi, friss ember. Szépen emeli, nagyon jó. Vissza, Olmo is friss, ő is tud még futni. Saracchi át a másik oldalra, halálosan pontosan, Angelinho. A szép Ansu Fati kapja le a levegőből, Ansu Fati élete meccsét játsza, nagyon szép cselek, nagyon szép passzok. Ronaldo nem bírja megszerezni a Mester 3-asát, ő is baromi jó formában. Hát Ronaldónak köszönöm, sikerült elfejelni. Pepe, aki segíthet a helyzeten. Werner rollója.
Werner rollója elég éles volt. Gorán tudta váltani, de ez tetszett, ez tetszett. Szalai Ati, mennyire jól nyomja a magyar srác. Hú, de várom majd a karrierben a magyar válogatott meccseket is. Ugye kettőt is sikerült megnyerni, rosszabb kerettel az angolok ellen is, úgyhogy nagyon-nagyon izgatottan várom majd azt is itt a FIFA karrierbe. Ha már így a magyarokról van szó, hiszen Szoboszlai már 84-re is felfejlődött. Viszont azzal Werner akkor mehet, visszahúzza az öcskös. A lövés Ronaldóhoz pattan, és nem volt lesen Cristiano Ronaldo. Wernernek köszönhetően ott van a harmadik gólja Ronaldónak. Meg is köszönte neki egyébként tisztelettudó módon. Hiszen, vagy Ortegának is köszönheti, hiszen kiejtette Ortega Werner lövését. Ronaldo Mester 3-as szerzett, kérem szépen. Ezen megint el fog húzni a góllövő listán. Ha csak nem ugye a Bayernesek is azért ott lőttek párat, majd meglátjuk. Mindenesetre ahhoz képest, hogy a csapat kapott egy piros lapot, nagyon-nagyon jól összekapta magát. És nem az van, hogy itt hagyja elveszteni ezt a meccset. Kicsit ilyen Fradira emlékeztet a Fradi is, hogy piros lappal utána hogy játszott, ezt nem is értem. Ronaldónak csúsztak oda, de igazából előnyszabálya mehetett tovább, annyira nem volt súlyos. Okugawa elfut, Okugawa nagyon lelkesen játszik. Laimer próbál utolérni, Okugawa nagyon rossz beadás, ami bedobás lesz, annyira rossz. Krüger elesik, de összeszedi a labdát. Ansu Fati mondja, hogy na jó, ennek már vége. És Okugawa kap egy sárga lapot, persze ő csak sárga lapot kap. Én egyből pirosat, amikor őt rúgtam fel. Nem mindegy. Ronaldo skifejeli, az nagyon-nagyon jó. Ansu Fati. Fati akár meg is indulhatna. Ja, hogy nincs fitnesse Fatinak. Aha, nincsen semmi fitnesse. Ó, Werner, hogy hagyhatta azt ki? Werner nagyon nem érzi ezt a kaput. Hogy hagyhatta azt ki? Olyan Ansu Fati tökéletes paszt adott, és utána Ronaldo is. Kár érte. Na, nem baj. Fati a lövés kiszöglet után. Wimmer veszekszik a Tokugawával, de végül is megoldják a kihozatalt. Főleg az én segítségemmel, hogy odaadtam nekik a labdát. Jajaj, Serra, frissebb ember, simán lefutja itt a játékosainkat, Pepe van észnél. Oké, Olmo futna, Werner megint elrontja, Werner most nekem nem tetszik. Sajnos, nem az igazi. Pepe fut hátra, Pepe konkrétan 30-40 perc alatt elfáradt, Gulácsi. Az komoly volt. Ez az Okugawa, ez nagyon érdekel, hogy hányos pontszámú, mert eléggé jól játszik egyébként, ezt figyeltem meg, mellé Van der Horn. Srácok, 3-1-re nyertünk, és Cristiano Ronaldo Mester 3-ast lőtt a meccsen, úgyhogy tényleg le a kalappal előtte, hogy ennyi idősen is ilyen szintet képvisel, ez azért nem semmi, ez nem semmi, azt kell, hogy mondjam, úgyhogy ez mesteri, azt kell, hogy mondjam, tényleg nagyon-nagyon örülök neki, meg az egész csapatnak, hogy ezt sikerült könnyedén megnyerni. A piros lap az nagyon nem kellett volna, de nem törtünk össze. Amit szeretnék megnézni most itt a végén még, 18 lövés, egyébként pariban volt az Arménia, ők is lőttek 13-at, úgyhogy kellett Gulácsi jó teljesítménye. Amit szeretnék megnézni, hogy itt a ellenfél játékosai 75-ös, Krüger 77-es, Krüger nagyon jól játszott egyébként, Kavro 77, Okugawa csak 75-ös, pedig amúgy egészen jól nyomta. Prieto, a többiek, ez egy erős 70 közepe csapat. Igen, igen, egyáltalán nem rossznak, sőt Ortega az 80-as is, úgyhogy érezni lehetett, hogy nem egy rossz csapat ez az Arménia. Szerencsére legyőztük, úgyhogy ezzel így már nem állunk annyira rosszul. Srácok, következő videóban még lesz átigazolás, csak akkor nem mi igazolunk, mert nekünk már szerintem nem kell most több játékos itt élen, nem is akarok eladni, hanem megnézzük az összesítettet, az utolsó napot az átigazolási piacon, hogy a csapatok mit igazolgattak itt élen, mennyire változott meg így a Bundesliga keret is, akár más csapatoknál, aztán nyomjuk tovább a szekeret előre. Legközelebb találkozunk a következő videóban, addig is jók legyetek, sziasztok!